Pelikán Néptánc Együttes is készült egy műsorral az augusztus 20-ai ünnepségre Siklóson. A borongós időjárás miatt ugyan a várlovak termében tartották a programot, sokan részt vettek az eseményen. Az idei ünnepet helyszínében is egy picit meg kellett mozgatnunk, mielőtt rátérek az eszmei mondani valóra. A hagyományos módon kezdtük a szokásos szentmisével 8:30-kor itt a siklósi katolikus templomban, és a rendezvényt fölmozdítottuk idén a várba az időjárásra való tekintettel, és ezt követően itt most, ahol a Szent István szobor emlékmű előtt állunk, itt koszorúztunk és róttuk le tiszteletünket. A lelkületről, illetve az üzenetről a beszédemben is elmondtam, hogy talán sose volt ennyire aktuális a Szent Istváni átalakításnak, közigazgatási átalakításnak, külkapcsolati rendszernek, és egyáltalán annak, ami Szent István hagyatékaként itt maradt ránk, ennek a felmelegítése, felelevenítése. Igazándiból ebben a helyzetben, ha az ember kicsit visszatekint és megnézi, hogy Szent István mit is hagyott ránk, akkor alapvetően azt a szellemiséget, hogy ezt a rendkívül erős, ahogy itt a Szentmisén is elhangzott, kősziklára épített magyar hont fölépítette, ahogy egyébként a külkapcsolatokat kezelte, ahogy egyébként a szolidaritásra, a szegények, az elesettek segítésére helyezte a hangsúlyt, és egyébként a békességre törekvés, a békesség, a kompromisszumkészség önmagában szerintem egy olyan üzenet, ami talán, ha a mai napon csak ennyi ragad meg bennünk Szent István üzenetéből, az önmagában elegendő. Beszéltünk arról is, hogy a határainkon belül és a határainkon túli magyar testvéreinkkel való kapcsolattartás, illetve a nemzetépítés hogyan is alakult egyébként Szent István idejében és hogyan alakul napjainkban. Igyekeztünk ezt lefordítani a mi kis közösségünk Siklós közösségeinek a nyelvezetére, és azt érzékelem és azt látom, hogy évről évre egyre többen vagyunk ezen a csodálatos szent ünnepen, és azokon a szokásos metódusokon túl, ami a szentmise, a kenyérszentelés, az ünnepi kenyérnek a felvágása és elfogyasztása, ezen túl azt látom, hogy erős közösségek, erős civil szervezetek épülnek, vannak itt velünk, és ez egy óriási eredmény, én azt gondolom, ebben az időszakban. Azt is elmondtam a beszédemben, hogy Siklós emberségből jelesre vizsgázott, talán ez a legfontosabb üzenet, amit az elmúlt években, beszédben kimertem mondani, vagy kimondtam, hiszen akár itt utalva a Covid időszakra, akár utalva a mostani háborús helyzetre, az elsők között volt a városunknak a közössége, aki összefogott, összeállt, adományokat gyűjtött, szolidáris volt egyébként, és talán itt a napjainkban bekövetkezett tűzeset kapcsán is elmondhatom, átköthetek ide. Egy olyan összefogást éltem meg, ami nagyon-nagyon jól esett városvezetőként. Az első hívószóra gyakorlatilag mozdult mindenki. Az is, aki egyébként hivatásából fakadóan kellett, hogy mozduljon, és az is mozdult, aki egyébként társadalmi munkában vagy szabad idejében fontosnak gondolja azt, hogy ezért a közösségért tegyen. Itt a polgárőrségre és egyéb olyan civil szervezetekre gondolok, akik mentek és segítettek a pécsi tűzesetben. Ami úrunk Jézus Krisztus által, aki nekünk mindennapi kenyerünk, örök életünk és üdvösségünk, aki veled él és uralkodik, mindörökkön örökké. Amen. Önmagában azt gondolom, hogy talán ez a legfontosabb üzenet, hogy egységesek legyünk, erősek legyünk, kiálljunk egymásért, abban a közösségben vegyük észre, ahol élünk, vegyük észre az értékeket, és vegyük észre azokat a jeleket, amik arra mutatnak, hogy esetleg valaki gyengébb, vagy elesettebb, vagy vele szemben egy kicsit nagyobb fokú szolidaritással kell lennünk, és így kovácsoljunk össze egy várost. Nagyon sokan voltak ma itt, nagyon jól éltem meg ezt a mai napot, és büszke vagyok, hogy siklósi lehetek. Harkányban szentmisét tartottak Szent István király tiszteletére, valamint az uralkodóról készült emlékművet is megkoszorúzták. Úgy gondolom, hogy a magyar embereknek és így a harkányi embereknek is talán az egyik legfontosabb ünnepe az augusztus 20-a, ugyanis az államalapításról emlékezünk meg. Hát a mai világban, vagy a mostani világban azért különösen nagy aktualitása van az emlékezésnek, hogy honnan is indult a
magyaroknak a letelepedése, megtelepedése a Kárpát-medencében. Látjuk, hogy mennyi baj sújtott itt bennünket, hát ugye nem csak bennünket, hanem szinte az egész világot az elmúlt két évben a koronavírusra járvánnyal, tehát ez Harkány esetében különösen nagy veszteségeket jelentett, ugye az idegenforgalomból élünk, és hát ez jelentősen megtizedelte a ide érkező vendégeink számát. Hogyha mostani időszakra tekintünk, a szomszédunkban háború dúlt, tehát ez se egy idilli állapot. Sajnáljuk a szomszédországban élőket, egyben ránk is nagy terheket ró. Nem gondoljunk csak az energiaválságra, ugye minden attól függ, főleg a harkányi fürdő és a város miben léte. Úgyhogy nem mondom, hogy olyan nagy feladatok előtt állunk, mint Szent István király, de azért van feladatunk bőven.